először azok ismerik fel, hogy a fizikai valóságban is egyfajta más tettre készség és cselekvés kell, akik elindultak egy belső önfejlődési úton. Tehát igaziból kéz a kézben jár a fizikai valóságunk megváltoztatása, és eme szellemi önmagunkra ébredés. Rendszerekben kell gondolkozni, struktúrákban. Lehet kis közösséget működtetni, tanyaközösséget. Ott van ez a cserebere. Én a városlakók érdekeit képviselem, én is a városban, holott kertvárosban lakom. De azt vettük észre, hogyha az emberek nem állítanak fel szabályokat, ha nincs egy rendszerezettség, ha nincs egy pénteki átadó nap, hanem ó, nem kell itt semmi, majd mi megszervezzük, ha nincs kiadva a feladatrendszer, ez már egy feladat, egy kötelesség, ja, a pénteken nincs elég önkéntes, még valaki jöjjön már. Ha nem lenne ez a fajta kifele rendszerezettség, ami belső rendet is ad, nem tud egy struktúra működni. Hát ez a magyar termékvétel fantasztikus, nagyon jó, de kerültem én olyan vállalkozóhoz is, és olyan nagy gazdaságba is, ahol tényleg ott magyar csirke, magyar ketreces csirke, ez most nekem egy őrületes felismerés volt, amivel szembesültem a aranykalász tangazdaságba. Hát inkább ne lépjetek ilyen csirke ketreces helyre, ahol a 10 000 csirke, le is videóztam. Tehát, és amikor azt mondod, hogy a piacon veszed meg a húst, ugyanazt veszed meg.